7 év után ismét vasárnapi boltzárat sürgetnek az érdekvédelmi szervezetek. Stábunk megkérdezte a fehérváriakat, hogy ők mit szólnak ehhez a kezdeményezéshez. Azt tapasztaltuk, hogy megoszlanak a vélemények, de a legtöbben ki lennének békülve az ötlettel. Én egyetértek vele, nagyon szeretném, hogyha ez így történne, mert az üzletvezetőknek, a boltosoknak, az eladóknak is szükségük lenne pihenésre, és a vásárlást szerintem mindenki meg tudja oldani, mert vagy a szombat, vagy a péntek délután egész estélig nyitva vannak a boltok, bármikor lehet menni vásárolni, nem fontos, hogy vasárnap nyitva legyen az üzlet. Dolgozom hétközben mindig, szombat az elég, hát akkor megyünk boltba, úgyhogy igazából végülis mindegy lenne, hogy vasárnap be van a zárva, vagy nem. Hát eleinte biztos, hogy hiányozna, de én egyetértek vele, azoknak az embereknek is kell a pihenés, tehát annál nagyobb a munkaképességük, az erejük, tehát kapják meg ők is a vasárnapi bezárást. Egy az, hogy már az embereknek nincs annyi pénze, hogy itt vasárnap vásárolhasson, meg hát energiatakarékosság is, hatékonyság, úgyhogy én szerintem, meg hát most a vírushelyzet is, nem tudok mit mondani erre. Én is ritkábban járok, azért inkább rendeltetem meg interneten a vásárolni valót, és kihozzák lakásra. Különféle megoldások vannak tehát arra az esetre, ha vasárnap nem nyitnának ki az üzletek. Egyesek azonban nagyon ellenzik a tilalmat. Mindenképp ellenzem. Fölösleges bezárni őket, szerintem. Oké, hogy munkaerőhiány van, az tény, de egy vasárnapi nyitvatartás, az nem egy hétköznapi nyitvatartás, szerintem megoldható lenne, hogy ez kivitelezhető lehessen. Dániel szerint tehát a munkáltatónak kellene jobb munkabeosztást készítenie, hogy a munkavállalók tudjanak eleget pihenni. Magyarországon egyébként volt már korábban vasárnapi nyitási tilalom. 2015 márciusa és 2016 áprilisa között egy törvény tiltotta a bevásárlóközpontoknak és a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzleteknek, hogy vasárnap nyitva tartsanak. Szakemberek szerint a mostani boltzárnak két fontos előnye is lenne. Az egy két hónappal ezelőtt vetette föl a fejét újra. Hát nyilván, amióta a boltokat újra ki kellett nyitni vasárnap, azóta a szakszervezetek nem vették ezt le az ászlajukról, tehát ez egy örök téma. De most azért került elő, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egyik lehetséges módja lehet a munkaerőhiány kezelésének, hiszen hogyha kevesebb műszakra kell beosztani, tehát vasárnapra nem kell délutánra embert beosztanom, akkor azt az embertömeget el tudom osztani a hét többi napjára, ez csökkenti a megterhelést a többi munkavállalón, és hát azoknak, akik pedig nem akarnak vasárnap dolgozni, azoknak egy fél vagy egy egész szabad napot tudna biztosítani. Karsai Zoltán hozzátette, szerinte bevételkiesést semmiképpen nem okozna a tilalom, sőt a 7 évvel ezelőtti tapasztalatok alapján a vásárlók szombaton ejtették meg a nagy bevásárlást. Az egynapos szünet miatt pedig volt, aki többet is vásárolt, mint egyébként szokott. A szakember szót ejtett az energia árának emelkedése miatt bekövetkező problémákról is. Az energia helyzet miatt most pedig nagyon fontos lenne, hogyha mondjuk lennének olyan ágazatok, amik egy-egy napra le tudnának állni, és mondjuk kevesebb energia fogyasztással átvészelni az időszakot, és mi úgy gondoljuk, hogy ilyen árak, ilyen villamosenergia és gázárak mellett, hogyha vasárnap a boltoknak akár egy szélsőséges esetben nem is kellene kinyitnia, akkor a fűtési költségük is alacsonyabb lenne, nem lenne nulla, mert nem lehet lekapcsolni, de jóval alacsonyabb lenne, és hát a világítás költségét pedig szintén meg tudnák spórolni. A szakszervezet online kérdőívet indított, melyet már több ezren aláírtak. Ami pihennénk vasárnap délután velünk tartasz nevű petíciót szeptembertől papír alapon is alá lehet írni a kereskedelmi egységeknél.